A restlány. Egyszer volt egy gazdag lány, aki sohasem dolgozott, mert az anyja kényesen nevelte. Sokan kérték feleségül, de az anyja a kérőket mind lebeszélte. Azt mondta, hagyd el, ne kérd, mert dologtalan, és nem élsz meg vele. Megint megkéri egy legény, és az anyja azt is le akarja beszélni, de az azt felelte. Hát ki gyermed olyan anya, hogy leányának nem akarja a boldogságát? Jössze hozzám, húgom! Igen, bizén, jó szívvel, feleli a leány. A legény azt mondta, gyere, menjünk és esküdjünk meg. A legény a lányt elveszi az anya ellenére, és elmennek, megesküsznek. A leány csak ahhoz tartotta magát, ahogy az anyjának szokva volt. Ott üldögélt egy helyben, szép, kényesen, rimókoson, nem dolgozott semmit álló napestig, csak a lábát lógatta. Neki az is mindegy volt, ha az ura szitta is érte. Gondolta az ura. Hadd csak el, ifjasszony, mert majd én megtanítalak téged dolgozni, ha az anyád meg nem tanított is. Mert amikor hazajött a mezőről, az anyja is örökösen panaszolta, hogy a mennyasszony semmi sem dolgozik. Azt mondta. Ezzel, édes fiam, soha még nem élsz, mert semmi dolog az nem nyúl. Úgy ül örökké, mint egy nagy grófné. Jobb lesz, ha elválsz tőle. Elválni nem válhatok el, anyám asszony, mert tudva úgy vettem el, mint dologtalant. Hanem bízza rám kigyelmed, majd megtanítom én őt dolgozni. Másnap reggel az ifjú gazda elment ki a mezőre, és mikor hazajött, azt kérdezte. Ma hányan dolgozunk, anyám asszony? Az anyja azt felelte. Ketten, édes fiam. No, hát akkor ketten is együnk, mondotta a fiú. Ettek ketten, és az ifjasszony étlen maradt még este is, és reggel is. Reggel, amikor az ura elment, sírt egy jó nótát, azután sóhajtozni és gondolkodni kezdett. Egyszer azt kérdi az anyósától. Anyám asszony, ha a tüzet megszítom, dolog-e? Dolog, édes lányom, dolog. Megszította hát a tüzet. Azután azt kérdezte. Hát, ha tűzre fát hozok be, dolog-e? Dolog az is, édes lányom, felelte az öreg. Fát is hozott. Azután megint megkérdezte. Hát, ha vizet hozok, dolog-e? Dolog, édes lányom, dolog. Hát, ha kisöpem a házat, az is dolog. Vizet hozott, házat csepel, és az öreg megörvendett, hogy jól kezdi majd viselni magát, és elmagyarázza neki, hogy miféle dolgok vannak a ház körül, és azokat beindította, segítette, tanította. A gazda hazajött, és mikor asztalhoz kellett ülni, kérdi az anyját. Ma hányan dolgozunk, anyám asszony? Hárman, édes fiam! No, hát akkor hárman is együnk, mondta a gazda is örömmel. Asztalhoz ültek hát, és az ifjasszony még nagyobb örömmel, mert másfél nap alatt éppen eléggé megehült. Azoktól fogva mindig hárman dolgoztak, és hárman is ettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.